Mikivel itt állunk a saját parfümjeim mellett, és annyi mindent szeretnék tőled kérdezni, mert eleve az, hogy egyáltalán megtörténhet, hogy van valakinek egy tárgy, ami a nevéhez kötődik, amire rá van írva a neve, ami a saját illata, az egy egészen elképesztően menő dolog, hiszen te már maga egy brand vagy. Egy picit mesélsz arról, hogy mi volt az első lépés afelé, hogy ez tárgyasuljon? Hát talán ott kezdődött, hogy 2011-ben megalakítottam a saját parfümházamat, ez a Parfum Victoria Minya nevet viseli, és ez nagyon gyakorlatias okokból volt, mert megkért egy amerikai hölgy, hogy csinálják az ő ékszerész boltjába egy parfümöt, és konkrétan számlát kellett adni, tehát ezért van tulajdonképpen ma nekem cégem. És akkor tulajdonképpen követte egymást egyik eseménye a másik után, és nagyon régóta dolgoztam egy olyan parfümön, amit Grasse ihletett, illetve a hedonizmus, és hát akkor ebben tárgyasult. Azért ez viszonylag egy zárt kör, nem? Egy kicsit olyan, mint a divattervezők, meg kicsit olyan, mint a topmodellek, hogy szinte lehetetlen földi halandónak bekerülni, csak azért, mert mondjuk pusztán tehetséges, vagy mert van hozzáérzéke. Mindenképpen nagyon nehéz, tehát ez azért nem egy könnyű világ, gondolom, mint a divat szakma, amiben talán kevesebbet látok bele, mint ebbe. Az a másik dolog, ugye, hogy magyarként így a nagyvilágban helytállni különösen nehéz, de azt gondolom, hogy például a hedonistot már több egyére választották az év illatává. Én most már több éve vagyok a Francia Parfüm Társaság tagja. Innentől kezdve azt gondolom, hogy talán letettem az asztalra annyit, hogy utána befogadtak. Egyébként annyira nagy büszkeség veled beszélgetni, meg annyira nagy büszkeség az, hogy egy magyar illat bekerülhet a legjobbak közé, vagy mondjuk a legjobb lehet. A hedonist egyébként hogy készült? Tehát technikailag hogy néz ki, amikor te megálmodtad azt az illatot, amivel egyébként betörtél a nemzetközi piacra, és amivel tulajdonképpen legálisra tetted azt, hogy igen, Victoria Minya ott van. Figyelj, én nem tudom máshogy elmagyarázni, egyszer csak jön az inspiráció, és szerintem ez valószínűleg ugyanígy lehet más művészeknél, hogy egyszer csak jön valami, ami szétfeszíti a testedet, és az a nyomás egészen eddig ott van, amíg el nem kezdesz ezzel foglalkozni. És akkor valahogy így szépen lassan kialakult, és akkor utána el kellett kezdenem ezzel foglalkozni, és akkor, ahogy mondtam, mert ugye Grasse ihlette ezt a parfümöt, egészen egyszerűen vissza akartam hozni a parfümök aranykorát, tehát egy olyan parfümöt szerettem volna kreálni, amit tényleg mosolyra húzza a szádod, ami bearanyozza a napodat. Amikor elkészült, akkor gondoltad, hogy ez éppen mondjuk aktuálisan a piacra be fog találni, hogy az igényeket ki fogja elégíteni, meg gondolom, ezért a parfümöknek is hiába nagyon jók, azért mindig van egy divatja, vagy van valami, ami éppen aktuálisan nagyon menő. Igen, nem, fogalmam sem volt róla. Azt tudtam, hogy én itt ezzel mindent megtettem, amit csak lehet, meg nagyon sok szeretet van benne, nagyon sok energia, nagyon sok idő van benne, de nagyon-nagyon csodálkoztam én is, amikor például kiküldtem egy Beverly Hills-i kultusz parfümboltba, és akkor ott pár órán belül elfogyott az első rendelés, és mondták, hogy azonnal küldjek újat, mert itt lincs hangulat van, aki elvitt az utolsó hedonistát. És akkor küldted a következőt. Egyetlen hogy jutott el Amerikába a parfümöt? Tehát amikor elkészült, ott volt a kezedben, akkor mi volt az első lépés? Vagy honnan tudtad, hogy melyik piacon fogják szeretni, hova kell küldeni? Honnan tudod azt, hogy melyik az a luxus parfüméria, amelyik egyáltalán beveszi, így ismeretlenül? Na hát én ezekről semmit nem tudtam. Ezt így szépen lassan megtanultam egyébként. Nagyon egyszerű volt. Én ismertem egy újságírót, akinek egy egészen híres, tényleg a világ szinten híres parfüm kritikus oldala van, és ő nagyon érdeklődött már gyakorlatilag az elejétől kezdve a parfüm iránt, és amikor hírt adott arról, hogy ez létezik, onnantól kezdve én kaptam a telefonokat folyamatosan tulajdonképpen, és akkor így jutott el, nem tudom, Alaszkától Hawaiig. Hogyan készült az üveg? Mert az üveg is annyira különleges, olyan gyönyörű, hogy gyakorlatilag inkább műtárgy, mint parfüm. Igen, ez valóban nagyon népszerű az öveg miatt is, meg a csomagolás miatt is. Ugye ennek a terméknek az a neve, hogy hedonist, és ez különösen kedves nekem, illetve maga a hedonizmusról azt gondolom, hogy amikor bármelyik érzékszervünk gyönyörködtetve van, akkor biztos, hogy boldogok vagyunk. Ugye ez ennek a parfümnek ez a célja, hogy örömet szerezzen, és ezért kerültek bele kristályok, hogy nagyon jó legyen ránézni, ezért van kígyó bőrdobozba, kézzel készült dobozba, amit nagyon jó megtapintani, amellett, hogy ez egy nagyon kellemes parfüm, ezt szeretem azt gondolni. Beszélsz nekem az újakról, ugye a hedonist az alap parfüm, ezzel váltál ismerté, világhírővé, ezzel fogadott be a szakma, és most már azért kibővült, ez most már egy család. Így van.
Most már van egy kis kollekcióm. Egyébként eredetileg ezeket először, tehát a Hedonisztel együtt terveztem kiadni, aztán az nem jött össze, és akkor ezért egy év múlva jelentek meg a másik kettő. Van egy Hedonist Iris, meg van egy Hedonist Rose illatunk, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez mind ilyen női típusokat képviselnek. Az Iris egyébként hihetetlenül népszerű, már most ezt lehet tudni, mégpedig azért, mert ilyen örök eleganciát sugároz. Ebben valódi iriszvaj van, ami nagyon-nagyon drága és nagyon nemes alapanyag, és emellett vannak olyan kényeztető jegyek is benne, mint például a kakaó vagy kakaóbab. A rózsa pedig, hát ez ugye bolgár rózsaolajból készül, azt se kell talán bemutatni, hogy nagyon drága és nagyon nemes alapanyagról van szó, és emellett pedig egy ilyen pezsgő illik hozzá, tehát így kreáltam meg az illatot. Ránézel valakire is tudod, hogy nagyjából milyen illat illik hozzá? Igen, nagyon sok mindent le lehet egyébként. Ez nem olyan nagy mágia, meg ezt lehet egyébként továbbfejleszteni és tanulni. Van egy olyan bizonyos testbeszéd, illetve kisugárzása valakinek, amiről azt gondolom, hogy be tudom lőni, hogy mi az, amit valószínűleg fog illani hozzá. Nekem nagy kedvencem a Parfüm című film, és ez nyilván az én fejemben mindig úgy is valami hasonló módon készül, hogy valaki ilyen megszállottan keresi az illatokat, megszállottan keresi egész nap az alapanyagokat. Ez veled is így van, hogy tulajdonképpen az egész napod egy picit erről is szól, mert ezt az érzékszervedet nem tudod kizárni a nap 24 órájában. Végig erről szól, és nem csak, hanem éjszaka is, mert van, amikor nyersanyagokkal álmodok, meg illatokkal álmodok, meg arról álmodok, hogy mit kellene még beletenni az utolsó kreációba, illetve nem tudom teljesen kikapcsolni. Tehát az utazásaimat egyébként rendszeresen családomnak az agyára megyek, mert nem tudom, miért van egy ilyen kényszerbetegségem, hogy le kell írnom, hogy milyen illathatások értek mikor, és hát 1000 ér gyakorlatilag percenként. Most elképzelni nem tudom egyébként, hogy így mi történhet veled egész nap. Egy picit mesélsz arról, hogy mi a következő lépés nálad? Most már megvan a brand, ismernek, elismernek, sikeres vagy. Itt van most már 3+1 illat, mert ugye itt van az a tokai asszú, igen, ugye? Igen, a tokai asszú illata. Ez van egy nagyon szép történetem, azt, hogyha van időnk, akkor elmondom. Úgy onnan jött az ihlet a parfümhöz, hogy van egy nagyon szép legenda az első parfümről, amit mi úgy tanultunk egyébként az iskolában, hogy ez az első modern parfüm. Akkor ezt elmondom, jó? Az 1300-as években élt Piast Erzsébet, és idős korára már köszvénytől, meg reumától szenvedett, és csináltattatott magának egy gyógyvizet, amitől valószínűleg majd enyhíti a fájdalmait. És ezt a vizet, amikor elkezdte használni, ezt a parfümöt tulajdonképpen, akkor annyira megfiataladott és annyira megszépült, hogy a lengyel király beleszeretett és feleségül vette. És hát így igazából ez az illat elhíresült egész Európa szerte, a magyar királyné vize néven. És hát amikor amikor a parfümiskola padjába ültem, és ott volt mellettem két kínai, egy japán, meg egy brazil lány, akkor mondtam, hogy ez úgy magyar, mint én. És akkor gyakorlatilag el is döntöttem, hogy én ezt nagyon szeretném újjáéleszteni, ezt a legendát, és a tokai asszúra helyeztem azt, ami egyébként akkor a rozmaring volt. És akkor most hogyan tovább? Mi a következő álom, vagy cél, vagy lépés? Hát mindenképpen bővül majd a hedonist sorozat, illetve még nagyon sok minden van a tarsolyomba. Nagyon sokat dolgozok egyébként másoknak is, tehát az én időm is azért véges. Nagyon örülök. Más parfümös cégeknek? Tehát... Nem, más brendeknek is dolgozom, mint parfümőr, igen. Illetve emellett ugye vannak személyre szabott illatok, tartunk workshopokat, előadásokat azok, ezért vagyok egyébként most Magyarországon. Úgyhogy be vagyunk táblázva az elkövetkezendő pár hónapra. Még egy utolsó kérdés, hogy neked milyen érzése az, vagy nem furcsa egy picit, hogy mondjuk nemzetközi szinten sokkal jobban ismernek, mint Magyarországon, és általában egyébként az igazán nagy magyar sztárokkal ez így van, hogy mi éppen hogy tudunk rólatok, közben pedig a világon gyakorlatilag már a szakmában mindenhol ismerik a neveteket. Igazából ugye nekem nagyon nagy szívügyem a magyar parfümipar, és azt gondolom, hogy valószínűleg ezért dolgozott bennem ilyen nagyon sokáig az Eau d'Hongrie-nek a története, és akkor van egy olyan parfüm, amit azt gondolom, hogy a magyar közönség a sajátjának tudhat.